születünk, mikor megszülettünk, már a bölcsőbe kapjuk a sorsunkat. Hiába akarunk védekezni, hiába akarunk más csinálni. Így, ahogy történt, történt. Nem tudunk védekezni, azt hiszem. Jó, tudom védekezni, hogy spórolok, vagy hogy, de ami jön, most is úgy van, az minden, hogy mi lesz most itt, ha itt vagyunk, ez minden már az égben meg van írva. És ott lesz eldöntve minden. Volt kapcsolatotok itt a kitelepített magyar a budakesziekkel, hogy alakult ez az életetek itt? Hát, hogy ez hogy volt? Ez ha jött egy, két évig nem tudtunk írni, nem tudtunk telefonálni. De amikor jöttek az első levelek, ahányan voltunk, 18-an egy faluban, olvastuk, mint egy csoda. Ez, így volt ez nekünk. Az első telefonálásnál anyu a lányával azt mondta, bármennyibe került, én végre tudtam a kislányommal beszélni. Hát ezen a téren nagy sírás, fájdalom, honvágy, szóval nagyon nehéz volt az életünk. És mindig együtt ültünk. Minden nap együtt voltunk. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer amott, és már mindenütt sokan voltunk. Volt egy, annak szerencséje volt, egy nagy udvarjuk volt, és az udvar végén ültünk állandóan. Ott nem törődött a háziasszony velünk. Gondoltatok arra, hogy valaha még hazakerültök? Mindenki remélte. Ezt mindenki remélte. Ezt nem tudtuk elhinni, hogy ez létezik, hogy már nem látjuk az otthonunkat. Ezt nem tudtuk elképzelni. Senki. És hányoknak volt még akkor sok hozzátartozók otthon? Ugye, akik magyarokkal voltak férjénél, vagy a családban, vagy föllettek mentve, bármilyen okból is, rengetegen voltak még akkor otthon is. Úgyhogy, akik tényleg a legnagyobb szenvedést átélték, azok most sajnos már nem élnek. És milyen szép lenne, hogyha tudnák, hogy most nyitva vannak a határok, és lehet menni, és lehet ott élni, szabad megint mennünk, hogy ezt nem tudták megélni, ez kár. És itt hogy alakult aztán ez a Budakeszi Gemeinschaft és a bekapcsolódni vagy egymást? A dr. Gödrösi ez azt mondta, hogy jó lenne, hogyha minden évben egyszer találkoznánk, hogy össze tudjunk jönni, de hogy azok az első találkozások milyenek voltak. Egy öröm, egy sírás, egy kapaszkodás, egy ezren voltunk az első találkozásnál. Annyira vágyottunk még egymás után, mert el voltunk szorva, idegenek voltunk, mentünk az utcán, nem nézett ránk senki, senki nem köszönt, senki, szóval ez máma nem hangzik olyan rosszul, mint amilyen érzéseink voltak. Egyszer tudom, hogy egy budakeszi egy parasztnál dolgozott, és nem ment haza 6 órakor, pontosan az istálót, meg a tejnek véget, és 10 percet tovább volt, és ez a paraszt kikergette, mikor hazajött, és jött sírva. Hát ilyen kis lázadozások is voltak köztünk. Itt álltak a svábok az utcán, de beengeded azt a nőt, és ott álltak az utcában a szomszédok, és azt mondták, hogy nem fog bejönni. És dobáltak egymást kővel. Szóval ilyesmi is volt. Ilyesmi is volt. És a legjobban fájt nekünk, amikor azt mondták, hogy cigányok vagyunk. Mert Magyarország, aki ott él, az mind cigány. Ezt ők így tudták. És ez nagyon fájt nekünk. És tényleg olyan szegények voltunk még soha, majdnem mi is azt éreztük, hogy már nem vagyunk senkik.
Az önbizalom akkor kezdődött, amikor el tudtunk kezdeni dolgozni, a svábok úgy összetartottak. Azaz Albrecht Feri itten Wagheisiba 15 év is dolgozott minden szombaton, meg vasárnap délelőtt, mert akik neki segítettek házat építeni, azoknak ő is segített. Így építettük a házunkat, este mindent kézzel, este egy rudon volt egy kis lámpa, és így építettünk fél éjjeleket, és így jutottunk mi házakhoz. És ami akkor megint olyasmi volt, hogy azt mondták, hogy mi mindent kapunk, hogy mi tudunk házakat építeni, és ők nem. És már megint itt voltak ezek a... Szóval ez így ment mindig. Soha nem lehetett azt mondani, hogy kellemesek voltunk. És én tudom, hogy gyárba voltam, és én tudom, hogy ők hogy éltek, és hogy én hogy éltem. 10 óra, akkor nekünk kell 10 órai. Most lemegyünk a kioszkba, és veszünk zsemlét ezzel, azzal. Én vittem az én kenyeremet. Ebédkor ebédet kaptunk a gyárban, de 3 óra. Most nekem sütemény kell. Jaj, most nekem egy tábla csokoládé kell. Jaj, most nekem egy kóla kell. És a Mária ott ült, és nem kellett semmi. És dolgozott a Mária. Szóval ez volt a különbség. És mikor én azt mondtam, hogy mi most vettünk egy háztelket, és építünk egy házat, akkor megint az összesen, akik dolgoztak velem, hát igen, ti tudtok építeni, nektek van segítség, nekünk nincsen. Szóval állandóan azt gondolták, hogy mi csak a segítségből élünk. De ez nem volt igazság. Mi kaptunk egyszer, hogy anyuka tudott venni magának egy ágyat, egy szekrényt, ennyi segítséget kaptunk, estimmel. Egyszer kaptunk egy lehetőséget, hogy tudtunk venni magunknak egy saját ágyat és egy saját szekrényt. Ez volt a segítség. És még máma is, hogyha mondják, hogy mennyi segítség volt Németországnak, most Németországról is beszélek, ez a Marshall Plan, meg minden, hogy ezt annyira mondják, hogy milyen segítség volt. Én nem kaptam semmit. Egyszer kaptam egy, aki éhes, egy doboz grapefruitot, az aftot, nem is tudtam, hogy micsoda. Ez volt a Marshall Plan segítség. Legalábbis nekünk. Hogy mások mit kaptak, azt nem tudom. Úgyhogy tényleg a saját lábunkra kellett állni, és hála Istennek most mondanunk kell, hogy hálásnak kell lenni, hogy fölvettek, hogy tudunk élni, de otthon is tudtunk volna élni, ott ugyanúgy tudtunk dolgozni, ott ugyanúgy tudtunk spórolni, mindenkinek megvolt a szakmája, úgyhogy én nem is gondolom, hogy rosszabbul éltünk volna, mint itt. Még csak a háború. Mikor tudtatok először újra hazamenni, és milyen a kapcsolatod Budakeszivel? Ja, hát az én bátyámnak volt egy felesége, az megint férjhez ment, egy magyar tiszt volt a férje, akkoriban már nem volt, csak a háborúban, ez egy magyar tiszt volt, akkor ő is az üveggyárban dolgozott, és ott megismerkedett egy férfivel, az elvette, a sógornő még mindig él. Aztán anyukámnak a barátnői, és ezek mind szeretettel hívtak minket. Úgyhogy anyukám 81 éves korában ment haza 68-ban, és a férjemmel meg én 70-ben. De akkor is láttuk meg én ezt a különbséget. Az utolsó csirkét levágták a részünkre,
És ilyen dolgok olyan meghatóak voltak, hogy megint láttuk, hogy hol vannak a gyökereink. Házatokkal mi történt? Hát a házunkban idegenek vannak. Mondjuk ezt az érzést először nem éreztem, akkor csak könnyeket éreztem, és honvágyat, fájdalmat a lelkemben. De később, mikor idősebb lettem, én nem tudom, hogy ezt most szabad mondanom, de akkor arra gondoltam, hogy jé, hát ez az enyém lenne. Akkor kezdett egy kicsit a gondolatom, hát ez az enyém normálisan. Hogy történhet ilyesmi, hogy egy ember a más embert megtámadja, hogy gyűlöli, hogy elvesz tőle valamit. Elkezdtem gondolkozni, hogy hol van a szeretet köztünk, hogy történhet ilyesmi, és akkor eszembe jutott egy ének. Hogy hívták ezt a Katalint? Garábi Katalin, amikor azt énekelte. Az ember egy könnyelmű senki, és mégis még nagy dolgot tud egy ember tenni. És akkor világosodott benne a fejemben, hogy tényleg egy ember mit tud tenni, mennyi könnyet, mennyi szenvedést, mennyi bánalmat. De ez a bánalmat nem csak minket ért, ez a bánalmat ugyanúgy magyarokat érte, ugyanúgy a zsidókat, és hogy létezik az, hogy egy ember, vagyis hogy valaki egy más életére törik, ez csak akkor világosodott ki bennem, mikor egy kicsit idősebb lettem. Mikor elkezdtem gondolkozni, hogy mi történt, azt átéltük, de hogy lehetséges az ilyesmi, amikor ezen kezdtem gondolkozni. Az igazság. Mikor voltatok utoljára odahazni? Rengeteget voltam otthon, először is az ízületeim véget. Szerettem Horgányba menni, Hévízre menni, imádom a magyarokat, ha magyar hangot hallok. Rengeteget meg voltam hívva, voltak új barátságaim. Szóval nem éreztem azt, hogy gyűlölet van köztünk. Nem is olyan érzéssel mentünk haza, hogy gyűlölettel. És hogy mondjam, nagyon jól éreztük magunkat. Otthon töltöttem 2000-et, Hévízen, ott ünnepeltünk karácsonyt, szilvesztert. Az igazgató úr csókkal búcsúztatott el engemet. Megismertem egy magyar minisztert. A pincérek, ha bejöttem, azt mindenki nézett. Akkor bejöttem a reggelihez, jó reggelt, Bresné, vagy Mária, vagy mit tudom én, és megpuszíltak, hát a németek csak néznek, hát ez kicsit, hogy mostan itten a pincérek csókkal fogadnak. És az én férjemnek ez borzalmasan tetszett. De azt mondta, én úgy örülök, hogy te otthon vagy, és ilyen jól érzed magadat. Örült neked. Szóval ő akceptálta, és ha ott ült órákig, és én beszéltem magyarul, azt mondja, már úgy hozzászoktam, hogy ez már nem is bánt engemet, ha te egyszer itthon vagy, és én nem értek és sem. És te tudod, miről beszélj, hogy Budakeszi, hogy tetszik neked most, hogy így ugye láttad gyerekkorodban, visszakerültem. Ez most nagyon érdekes, a Budakeszi nekem olyan, mint amilyen volt. Amit látni akarok, látok, amit nem akarok látni, nem látok. Nekem Budakeszi, Budakeszi. Tehát nem kritizálom. A templom, a Kálvária-hegy, az erdőrész, ahol jártam, kerestem a gyöngyvirágot, a temető, ahol még ott fekszik apukám és bátyám, van egy sírom. Én nekem ez a legfontosabb,
hogy ottan változások vannak, vagy voltak, vagy ez engem nem érdekelt, ez nekem a budakeszi volt, és én boldog voltam, hogy budakeszi levegőt szívtam, és ez volt a fő, hogy oda akartam menni. Ez volt a cél, és ez volt az öröm. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy a könyvedről mesélni, hogy hogy jutott eszedbe, hogy könyvet írjál? Jó, mert meg akartam tartani az emlékeimet magamnak, mert láttam, hogy itt másképp beszélnek, hogy itt mások a szokások, és én mindent, ami magyar volt, amit megéltem, mindent úgy szerettem, és az embereket is, mert kolléganőim voltak, Magyarországon dolgoztam, mindenkit szerettem, ezt nem lehet elmondani, ezeket az érzéseket egymással szemben, a viselkedést, és ezt, amit tisztelni fogok bennük, ameddig élek, a jó szívüket. Egyszer volt egy kolléganőm, egyszer mondták, csak éreztették, de csak ez olyan fél vicc volt, hogy sváb vagyok. Azt mondja, Mária, én úgy szeretlek téged, és ha nem lennél sváb, még jobban. Szóval ez volt az egyedüli kritika, amire én emlékszem. És volt neked valami feljegyzésed, vagy honnan tudtál mindent, amit leírtál? Ja, amit leírtam, hát én 30 éve írok. Én már 30 éve írok a naptárba, az Unzerepozba, csak én nem dobtam el, amit írtam. És akkor megtudták, hogy hát ez kár lenne, hogyha a szemétbe kerülne, és ebből most fogunk egy könyvet csinálni. És én megmondom őszintén, hogy én szebbe, jobban, nemhogy többet, hanem egy kicsit szebben írtam volna le, de én nem bíztam abban, hogy ezt valaki érdekel, hogy valakit érdekelni fognak. És csak úgy. És ezt már nagyon sajnálom, hogy ezt egy kicsit lehetett volna még szebben megérni az egészet. Szebben kifejezni. De én csak úgy írtam, ahogy a gondolataim voltak. Na ja, és hogy mondjam, én nagyon szeretek itt lenni, itt él a férjem, ez most úgy alakult, de hogyha most megint a németek közt élek, mint most ebben a házban, most megint tapasztalom ezt a nem irítség. Ezek mindenki eladta a házát, pénzük van, jól élnek itt, és mégis érzem, hogy nem akceptálnak, hogy én nem vagyok az ő fajtájuk. Ezt hangsúlyozták is már, egy kicsit figyeltünk tégedet, és nem mertünk veled úgy foglalkozni, mert idegen vagy. 60 éve élek én, és ezt mondta nekem egy hölgy, mert idegen vagy. Csak figyeltünk, hogy fogsz viselkedni, hogy kezeljünk tégedet. Budakeszi tájszólásról beszéljünk akkor. Am Schwabisch Gret. Und wie mir aus Deutschland gekommen sind, noch hab ich gemerkt, das ist ja alles anders. Das sagen zu mir die Scheune, der Speicher. Da hab ich gesagt, was ist denn die Scheune? Ah, das war bei uns die Schupfe. Und was ist denn der Speicher? Ah, noch haben sie gesagt, da drauf, ah, das ist der Baum. Und habe ich angefangen, alles zu aufschreiben. Und habe das noch ABC aufgeschrieben. Zum Beispiel haben wir gesagt,
woman. Ah, this is not good. A candle. This is ein Körnchen, entweder Pfeffer oder Bohne. Also a candle is ein Körnchen. Der Kürbis ist der Kürbis. A Kambö ist der Kamm für die Haare. A Kauzen ist eine Wolldecke. A Kiel ist ein Damenrock. Aber in der Tracht war das der Kiel. Gauterkeit, das heißt, na also, Gauterkeit. A Katzel ist ein kleines Kätzchen. Der Kodre ist der Kater. Klopfer, das ist geklopft. Klar ist klein. Gelegt, das hat ein Huhn, ein Ei gelegt. Gelegt, gelegt. Ein Klump, das ist ein wertloses Zeug. Die Kuchel, die Küche. Die Kerzen, die Kerzen. Gelernt, gelernt. Kehrt, gehört. Guckt, gehabt. Kaut, geschlagen. Gelaufen, gelaufen. Keiner, keiner. Der König ist der König. Kaffer, kaufen. Kapo, das ist der Erste, der Beste in der Schule, wenn jemand gut war. Das war der Kapo. Also vom K haben wir jetzt mal genug. Jetzt nehmen wir etwas von A. Also Augenklos ist die Brille. Ausglaubt ist ausgesucht. Der Oberst ist der Rahm, die Sahne ist der Oberst. Die Aal ist die Oma. Auswirren ist auswälzen. Ausgerät ist ausgesprochen. Anmachen, ob das Essen ist, anmachen. Ausbüten ist ausbilden. Antauen heißt anstoßen mit der Schaukel, antauen. Auflohnen, aufladen. Aufgrün, raufgehen, kraxeln, aufgrün. Ausfratschen, aushorchen. Assentierung, Musterung. Altmarsch, ein Kauftrunk. Anders. Advokat, ein Rechtsanwalt. Aum ist oben und Amoi ist einmal und Augschrie ist angeschrien und
Ein Neid ist auch nicht. Und an ist einen. Ausdruck. Oh, manches kann ich fast nicht mehr lesen. Entschuldigung. Weißt du, was wäre mir gut? Könntest du vielleicht einen Witz auf Schwäbisch erzählen? Gerne. Also, da waren zwei Schwommen. Und die Mutter hat gesagt, Kinder, heute mal Brenneiseln. Wir haben kleine Gänsen und die fressen so gern Brenneiseln. Die zwei Malen sind fortgegangen und wir so gelaufen sind, ein bisschen raus in die Natur, auf die Vögel raus, ist so umgekommen. Und der hat gesagt, Lano, Kovamentek. Jetzt haben die das übersetzt. Brennnessel, Brennnessel, nicht ein typisch Sommerrotwagen. So war, also, ich rede jetzt wieder Wudegesserisch. Zwei Wudegesser, eine Frau und ein Mann, sitzen in der Elektrische. Und noch kommt der Schaffner. Und noch sagt er, oh, sonst so neu. Wie ist denn das? Ist es wahr, dass die Schwung erst mit 40 einen Verstand kriegen? Noch hat der Wudegesser Schwab gesagt, das ist wahr. Das ist nicht klar, das ist wahr. Noch hat er gesagt, ja, aber was machen sie noch, wenn der Verstand nicht kommt mit 40? Noch hat der Schwab gesagt, doch wäre ich ein Schaffner. Also, eine junge Frau ist in die Markt gegangen auf Budapest. Ihre Mutter hat gesagt, mal, wir brauchen Zwiebel. Kauf und sag für Zwiebel. Na, die junge Frau ist reingefahren in die Stadt, auf die Markthalle. Noch hat sie zu der Marktfrau, das waren ja die Fratschlerinnen. Fratschlerin. Eine Marktfrau war eine Fratschlerin. Dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, was kostet ein Kilo Zwiebel? Dann hat sie gesagt, die ist viel leer. Dann hat sie gesagt, nein, ich gebe Ihnen eine Karte, die ist viel leer, das ist zu viel. Dann ist sie heimgekommen, den Zwiebel gebracht. Dann hat sie gesagt, Mutter, wenn ich nicht so gut Ungarisch kenne, dann hätte ich nicht zwei Gräte gezahlt, sondern zwei Filet für ein Kilo Zwiebel. War das richtig? Richtig. Durch das, dass ich so gut Ungarisch kenne, hat sie nicht zwei Filet gegeben, sondern zwei Hölle. Weil wir haben nicht Filet gesagt, wir haben Hölle gesagt. Hölle. Aha. Ah ja, Hölle. Und dann ist ein kleiner Bub auf der Straße gelaufen. Noch hat er seine ungarische Kindergärtnerin getroffen. Nun hat die ungarische Kindergärtnerin gesagt, ja, wo gehst denn du hin? Noch hat er gesagt, nein, seine Mutter hat ihn erst fortgeschickt, um Butter zu kaufen. Noch hat er gesagt, nein, der Butter hat werden nicht. Butter. Szóval, hogyha én visszagondolok az életemre, és hogy mit tudnék én a fiataloknak javasolni, egyet, hogy csak a szeretet érvényes az életben, hogy szeressük egymást, hogy soha-soha ne legyen gyűlölet az emberek közt, és soha ne történjen az, amit mi átéltünk, azt a szenvedést, azt a sírást, hogy ez ettől meg legyenek kimélve. Azon az legyen a vágyuk, hogy a háború az nem változtat meg semmit, és nem szükséges.